Nyibján Józsefet kérdezem Veszprém Rally céljába. Foglaljátok össze ezt a nehéz versenyt, milyen volt? Hát összefoglalóan, túl nehéz nem volt számunkra, megmondom őszintén, az első két gyorsági szakaszon begyűjtöttünk két defektet, ez azt jelenti, tehát az egyiket a gyorsági szakaszon kellett kicserélnünk, a másikat, másik defektünk az a jutaspuszta, a márka jutaspuszta háromjárd részét defektet esetettük, mert nem volt már nálunk több pótkerék, úgyhogy gyakorlatilag ez 12 perc mínusz jelentett nekünk, rátett a bélyegét erre a mai napra. Utána már úgy mentünk, hogy nem is erőltetünk, mert ezt képtelenségbe hozni, tehát szépen lassan elautózgattunk, és most itt vagyunk, célba vagyunk, örülünk neki, de nem harcoltunk senkivel, semmivel, úgyhogy nincs jó kedvünk. De végre kaptatok pontot, meccsek rallira fogtok jönni? Így van, végre kaptunk pontot, mert az egész évünk olyan szerencsétlen alakult, hogy még nem volt pontunk, gyakorlatilag nulla ponttal érkeztünk ide. Most kaptunk pontot, Pécsre készülünk, megyünk, remélem, hogy ott leszünk, és ott kicsit több szerencsénk lesz, és akkor tudunk valamit produkálni. Köszönjük és gratulálunk a célbaérkezéshez. Köszönjük szépen.